Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Délutánon, kora este, ugyanis képzeld el, látod? Nálunk kezd lemenni a nap. Egy kicsit későn kezdtem ezt a videót, ugyanis ma nem akartam végül is videózni, mert semmi érdekes dolog ma nem történt, sehol nem mentünk, ugye csak a szokásos dolgok, de rettető régóta meg akarom próbálni ezt a csokis teját, amit kaptam ugye Magyarországról, és mondtam nektek, hogy ha ráléptem valamire szokás szerint, hogyha megpróbálom, lefilmezem, és nem tudom, hogy ti ittatok-e már ilyen csokis teját, vagy nem ittatok csokis teját. Ugye Magyarországról jött, de nem tudom, hogy ez ilyen megszokott dolog, ugye nálunk ilyen nincsen. Mutatom milyen. Hát ha még nem ittatok, bár lehet, hogy ittatok, lehet, hogy láttatok, lehet, hogy bementek ti a boltba, aztán tele van ugye mindenhol csokis tejával. Mégis ez csokis teja, megmutatom, hogy mi van még benne, ugyanis van benne narancs is. Várjál, látod? Erről a tejáról beszélek. Ugye mondtam múltkor, hogy a szüleim megpróbálták és rettentően ízlett nekik, úgyhogy majd adok még nekik belőle. Várj, ez az eleje. Látod? Így néz ki az eleje. És ez ilyen gyors teja. Én szeretem a gyors tejákat, mert sok mindent ugye nem kell vele csinálni, csak így kibontod az acskot, belentöd ugye a bögrébe, melegítesz, forralsz hozzá vizet, ráöntöd és megkevered és megiszod. Én szoktam ilyet inni, a kedvenc tejem ez a baracos teja volt, amit képzeld el, beszüntettek nálunk. Azóta nem iszok teját, vagyis iszok teját. De ilyen másfajta teát, látod, ezt a liptonos teát iszom reggelente egy ilyen csészével, és ennyi. Amúgy nem szoktam nagyon teát inni. Hoppá, kiesett a kenyér. Látod, vettünk kenyeret, és valószínűleg Davis meghúzogatta. Keresek egy ilyen bögrét, látod? Úgyhogy hozom a vízforralót, már ebben még van víz. Feleségem melegített valamit vele, mutatom neked. Bekapcsoljuk, várunk fel egy pár percet, ugye? Ezt a narancsos zacskót pedig addig kibontom. Végül is ilyen por az egész, várjál, illatozik. Csoki illata van neki. Hogyan mondom, mutatom. Öntöm, hogyha jön. Miért nem jön belőle semmi? Tehát ebben miért? Ez azért nem jön belőle, mert ebbe... Ez ilyen tosakos te! Ez ilyen tosakos teja! Én nekem azt mondták a szüleim, hogy ez egy kimondtad és ilyen poros teja. Na mindegy. Ezek szerint mégsem olyan, nem ilyen tosakos. Vagy lehet, hogy csak én értettem el és másra gondoltam. Na mindegy. Úgyhogy ezt nem felforraljuk, de felforraljuk vízzel, de ezt bele kell ugye így mártogatni. Nem tudom, hogy ebben most kell rakni citromot, vagy citrompotlót, vagy valamit, vagy cukrot. Én nem tudom, a rendes tejába ugye kell rakni ezekbe az acskósakba átlába, hogyha megkevered és nem kevered tenni. Ugye beszéltem most hülyeséget, na mindegy, én nem láttam. Amúgy kell, nem tudom, hogy nálatok, hogy van ez a teás dolog, de mint Ausztráliában az emberek úgy isszák a teát, hogy tejjel isszák, tehát felöntik tejjel a teát, a feleségem csak úgy tudja meginni a teát. Én nem tudom, hogy miért, de akármilyen teát iszik, mindenket felönti tejjel. Én régen szoktam úgy inni teát, hogy felöntöttem tejjel, még annak az idején, mikor még iskolába jártam, ugye mikor eljöttünk ide Ausztráliába, elmentem ugye iskolába, és ott ilyen szünetben mindenki úgy itt a teját, ilyen felöntötték tejjel, és mondtam, hogy megpróbáltam, és annyira rossz nem volt, de na minden, közben megfőtt a víz. Ha gondoljátok, próbáljátok ki. Vagy lehet, hogy ti is úgy iszátok. Fogalmam nincsen, lehet, hogy sokan úgy iszák. Na várjál, a kamerát addig leteszem, mert itt jön a forró víz, meg a teja is. Felöntöttem, mutatom. Látod, fel van öntve vízzel, és az van írva a dobozára, én az van írva, olvasom neked, hogy tegye a filtert a kedvenc csészejébe. Ez pont nem a kedvenc csészém, de most nem fogom átönteni ezzel a kedvenc csészémbe. Nekem van kedvenc csészém, csak bent van a mosogatógépben, ugye minden reggel abból iszom a teját. Na mindent, van kedvenc csészém. Rá van írva, hogy tea. Onnél tudom, hogy az a teás csészém. Na mindent. Menjünk tovább. Öntsön rá, forró, öntsön rá. Miért nem öntsél rá? Miért magáznak mindenkit mindig? Na mindent. Én nem magázok senkit, meg engem sem senki ma nem magázik. Öntsön rá. Na, akkor öntünk rá. De már nem lobogó vizet. Mit? Kb. 90 fokos, de már nem lobogó vizet. Na mindegy, az már nem lobogott, de forrott. De na mindegy, volt az 90 fokos, reméljük. És áztassa 1-3 percig. Na várjál, mióta 32, mióta megy, akkor egy 2 percig áztatjuk, úgyhogy ebben azt hiszem, hogy nem kell semmi más. Én azt hittem, hogy kell bele citromos lé, vagy valami, de várjál, ide lejutunk addig, és megkóstoljuk. Csak azt nem tudom, hogy mennyi vizet kell bele önteni. Azt nem mondták, ugyanis öntöttem bele forró vizet, meg öntöttem melléje hideg vizet is, hogy ne legyen túl forró. Na mindegy. Úgyhogy, mutatom. Azt mondta, hogy húzogatni kell? Nem tudom, lehet, hogy nem mondta, de mindegy, meghúzogatom egy kicsit, látod? Egy kicsit bele áztas, hogy ugye jól átázzom, és megpróbáljuk. Amúgy
Ha nem láttátok még ezt a teljes teát, akkor lehet, hogy majd megmutatom, hogy az hogy működik, mert mennyit kell beleönteni. De majd a videólában úgy írjátok meg, hogy ez a teljes teja el van-e terjedve nálatok, vagy megpróbáltátok-e, vagy már nem. Lehet, hogy biztos megpróbáltátok. Amúgy a Davis a feleségem, meg a Lucas bent vannak a szobában, hátul valamit játszanak, a feleségem aztán a fürdőszobában, én vagyok itt kint egyedül. Na, elment egy-két perc, majdnem három is, úgyhogy most megkóstoljuk ezt a forró teát. Hogy milyen az íze? Csokis az íze? Az íze, az illata. Hú, ez meleg volt. Kicsit leégett itt. Nem érzek, vagy nem érzek semmit. Mármint az ízét még nem érzem. Ha túl forró, akkor annyira nem lehet érezni az ízét, én azt mondom. Érdekes. Egy kicsit, mint a csípős lenne. Basszem, hogy rá volt hívva a csípős teja. Érdekes. Még egy kicsit várok, hogy egy kicsit meghűljön, ugyanis mindig mondom, hogy kicsit. Hogy ma nem borotválkoztam, látod? Azt hiszem, hogy meg kellett volna. Na minden. Majd megborotválkozok később. Egy kicsit várok, hogy lehűljön, ugyan jobban kijön az íze, aztán megmondom, hogy iható-e vagy nem iható. De ahogy mondtam, szóval azt mondták, hogy iható, ugyanis mindenkinek rettentően íz lett. Várj, én azt hiszem, kiveszem belőle ezt a teás valamit, látod? Ezt, ahogy nem tudom, ezt újra lehet használni? Én azt hiszem, úgy hallottam, hogy újra lehet használni, tehát nem kell eldobni, hanem újra használhatod? Vagy nem? Vagy el kell dobni? Mi csináljunk fel? Eldobjuk, vagy újra használjuk? Én azt mondom, hogy elrakom egy darabig. Hát, ha attól függ, hogy milyen erős teát akarsz inni, szerintem addig hagyod bennem. Na közben megjött a Lucas is. Na, mi helyzet? Hello. Itt van a Davis is, mi helyzet? Úgy, mennek be játszani. A Davis nagyon szeretem, hogy a Lucas-szel játszani volt, csak hozok valamilyen kis tányira, valamit erre rátam rakni ezt a teás valamit. Aztán a teahívás után nem más fogunk csinálni, mint sorsolni fogunk. Megnézzük, hogy mennyire meleg még ez a teja, aztán ha még mindig meleg, akkor lehet, hogy először sorsolunk, vagy valami más csinálunk. Most már nem annyira meleg, már lassan iható. Érdekes, olyan erős, egy kicsit, mint olyan csípős lenne, de csokit is lehet benne érezni, de nem annyira, én azt a csípősséget jobban érzem, de amúgy van benne narancs is, én azt hiszem. Aztán, az autónézésről szeretnék nekem egy kicsit beszélni, ugye most semmi érdekeset nem fogunk csinálni, úgyhogy gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lenne az autó beszélésről. Ugyanis még mindig nézem az autókat. Tehát úgy vagyok az autókkal, hogy egyszer csak rám jön, elkezdem őket nézni, ugye, ahogy mutatom nektek, hogy elmegyünk nézni, kipróbálok egy-kettőt, egy párat, és egy idő után ugye elege lesz az emberek, mert hirtelen, amikor olyan sokat látsz, nem tudsz dönteni, hogy mi legyen, meg mi nem legyen, meg ugye múltkor mondtam, hogy lehet, hogy várunk, hogy még mi elköltözünk, majd meglátjuk. Most még úgy vagyok vele, hogy nézem az autókat, de nem vagyok benne biztos, hogy most akarunk venni, vagy nem akarunk most venni. Aztán valaki kérdezte, hogy mennyit akarunk ugye költeni az autóra. Ez végül is attól függ, hogy a kölcsöntől függ. Tehát nem úgy veszünk autót, hogy bemegyünk és kifizetünk rettentő sok pénzt. Ugye jó lenne, de annyi pénzt nem tudok kifizetni ugye egy vadulatú autóra, hanem ugye kölcsönre. Tehát a kölcsön meg attól függ ugye, hogy melyik bank, hogyan ad, a kamattól is. Ugyanis nem tudom, hogy nálatok, hogy vannak ezek a kamatok, nálunk úgy vannak ezek a kölcsönök az autókra, ezek a kamatok. Általában olyan, mostanában olyan 12-13%-os a kamat. De én ennyit nem nagyon akarok fizetni, ugyanis van egy pár bank, aki ad neked 6%-os kamatot is. Ezek úgy működnek, hogy 5 évre adják neked oda a kölcsönt. És az 5 év alatt ugye kifizeted, visszafizeted az autódat. Vagy 6%-ra, vagy 12%-ra, ugye attól függ, hogy milyen kölcsönt kaptál, ugye... Ez sok mindentől függ, hogy milyen kölcsönt kapsz. És ezek a kamatok úgy működnek, nem a kamatok, ez a visszafizetés. Tehát, hogyha azt mondják neked, hogy te 150 dollárt fizetsz, vagy 200 dollárt fizetsz hetente, akkor te annyi pénzt fizetsz hetente 5 éven keresztül. Tehát ez nem változik, tehát egyik héten nem fog feljebb menni, vagy még feljebb menni, mint régen volt Magyarországon, ez nem tudom milyen kölcsön. Ugye ez az autókölcsön, ami nagyon nem volt rossz, ez a nem tudom milyen hitel volt, elfelejtettem. Ezek nem változóak, hanem ez rendesen ugyanannyit fizetsz minden héten, vagy két hetente, vagy havonta, ugye attól függ, hogy hogyan kéred, ugyanis lehet kérni hetente, két hetente és havonta. Hogyha hetente kéred, az jobb, ugyanis előbb kifizeted, mint ha havonta kérnéd, de sokszor a bankon is múlik. Aztán, na minden, a kölcsönről nagyon sokat lehetne beszélni, ugyanis van másfajta kölcsön is. Például, hogyha szeretnél venni, tegyük fel egy olyan autót, amit nem tudsz magadnak megengedni,
Mert azt mondta, hogy te hetente csak 150 dollárt akarsz mondjuk fizetni, vagy 200 dollárt, mindegy, de az autó ugye 5 év alatt kell ugye visszafizetned, de az autó ugye többe került, tegyük fel mondjuk egy 80 ezer dolláros autó, azt mondják, hogy a fennmaradó összeget 5 év után ki kell, hogy fizessed, tehát ez ilyen ballonnak hívják, és amikor kifizetted, amit kifizetted az 5 éven keresztül, ami fennmaradt, azt az összeget vissza kell fizetned, mondjuk azt az 20 ezer dollárt, ugye, ami fennmaradt így készpénzzel, vagy újra kell, el kell adnod az autódat, és be kell cserélni egy újra. Nézd, lehet, hogy ez egy kicsit ilyen zavaros volt, de nagyjából így működik minden, közben iszok megint a tejából, aztán azt mondom, hogy megyünk sorsolni. Töltődik, mutatom, látod? A töltődnek a be is töltődött? Ez nagyon gyors volt, te! Tehát a szerencsés nyertes, nem más, mint ugye ez, várja, ez a hétvégi valami ötből a sorsolás, ugye mikor a feleségemnek főztünk, valamit készítettünk, vacsorát, ami nem túl jó lett, ugye nem nagyon jött össze, na minden. És kérdeztem tőletek ugye, hogy nektek melyik a kedvenc kínai ételetek, úgyhogy a szerencsés nyertes, nem más, mint Gori-Gore-e, látod? Sushi! Ugye gratulálni szeretnék neked, arra kérlek meg, hogy írjad meg a címedet, hogy hova küldhetem ugye az ajándékot, mondtam, hogy küldök egy képeslapot, meg egy kulcstartót a szerencsés nyertesnek, és a YouTube-on üzenetbe, tehát üzeneten keresztül, ugye ne e-mailbe, hanem üzeneten keresztül, hogy tudjam, hogy te vagy az igazi, vagy nem te vagy az igazi, és el fogom küldeni, hogyha héten nem is, de jövő héten biztosan. Amúgy lesz még nyereményjáték, ugye mondtam, hogy a legtöbb valami jött be valami ilyen nyereményjáték, tehát aki nem nyert, nem kell elkeseredni, ugye mindig lesz nyereményjáték. Nem mindig, de sokszor lesz nyereményjáték. Ugye nagyon sok kommentet kapok a videók alá, de sajnos mindenki ugye nem tud nyerni. Aztán mutatok neked valamit, hogy mit néztem tegnap este. Egy filmet néztem tegnap este, nem más filmet, mint egy nem magyar filmet, hanem egy francia filmet, ami nem más játszik, mint a Louis de Funès játszik. És két nap ezelőtt megnéztem az egy csendőrös filmet, most meg mutatom. Ezt nézem. A hullajó, hullajelöltet, látod? Az RTL klubból valaki vette fel, és most itt tartok, már majdnem a végén tartok amúgy. Én annak idején rettentően szerettem ezeket a Louis de Funès filmeket, biztos, hogy nagyon sokan ismeritek, lehet, hogy nagyon sokan nem ismeritek, főleg a csendőrös filmeket. Én és az öcsém nagyon szerettük őket, minden, nem minden, de két hetente egyet biztos, hogy meg szoktuk nézni, és volt videókazettánk, ugye fel szoktuk venni videókazettára, és vissza szoktuk nézni, rettentően szerettük őket, és valahogy így most előjött ez, hogy ilyen filmet kellene nézni, nem tudom, hogy de valahogy megtaláltam, vagy rám jött, rákerestem, és bejöttek, és most ezeket a filmeket így sorba adja ki nekem, a csendőröset, mert az összes ilyen filmet ugye, amiben ő játszik. Néztem egy pár ilyen régebbi felvételt, Louis de Funès ugye, ilyen fellépés, meghívták ilyen műsorokba, Németországba, és néztem egy pár ilyen régebbi felvételt, úgy érdekes volt. Na minden, ami fent van Wikipédián, ugye elolvashatod az élete történetét, hogy kezdte, miket csinált, érdekes, én szeretek ilyeneknek utána olvasni, néha-néha. Úgyhogy, lehagyjuk a számítógépet, megisszük a tejámat, megnézzük, mit csinál a Lucas meg a Davis, azt hiszem, hogy elmegyek és gyorsan lezbajzok és megborot fálkozok, látod? Olyan általában két naponként szoktam borotválkozni, de valamiért nem volt olyan nagy kedvem, ilyen unalmas nap voltam, hogy az idő az ilyen izzadós idő. Úgy ilyenkor azt mondják, hogy a legjobb tudom micsoda, hogy meleget inni, meleg teját, hogy valamit. Na mi történik itt? Mi? Ugrunk mindenhova! Hova ugrunk mindenhova? Nem tudsz! De tiszta vizes már a fejed neked is. Te, Davis, te hova rohansz? Akar kimenni. Hova akar kimenni? Te mit csinálsz? Alszol? Ja. Hallottam, hogy csináltál a teja? Ja, csináltam ilyen csokis, ja, megkóstolod, ilyen csokis, narancsos, csilis, amit kaptunk Magyarországon. Ja, akkor gyere ki, ott van ki, megkóstolod. Látom, megint ott néz ki az ágyunk? Ilyen... Szóval! Állandóan... Nem. Te, mit mondtál? Állandóan így néz ki nálunk az ágyunk, hogyha szétugdálják. Na gyere! Itt van a csokis teja. Tessék! Meleg még. Na milyen? Nem volt jó? A Lucasnak nem ízlett. Mi nem ízlett neked benne? Itt a víz, tessék, hideg víz. Mi nem ízlett neked benne? Mi erős volt? Egy kicsit erős, nem? Ja. Túl erős. Túl erős, azért nem annyira erős. Szerintem meg lehet inni. Nem olyan, hogy ilyen, mint egy baracos teja, vagy egy ilyen narancsos ízesítésű teja, de érdekes. Ahogy mondtam, én szeretem a különleges, mindenféle teját szeretek. Főleg az ízes teját, bár minden teja ízes, ezt múltkor is mondtam.
Úgyhogy, azt hiszem most nem játszunk, ugyanis a Davis... Játszunk? Te? Ugyanis ez az egyik kedvenc meséje, ez a Meka Peka, ami megy a tévére. Azt hiszem, hogy így hívják, nem? Hogy hívják ezt a mesét? Meka Peka? Night Garden, ja! Én mindig néztem még a picit. Tudom, te a Lukasz mindig szokta nézni. Játékok, jó, látod, hogy néz ki a szoba? Tegnap előtt a feleségem a rendet rakott. Itt olyan szép rend volt, mint a fele. Nem tudom, hogy mutattam-e, vagy nem. De nem mutattam. Látod, egy napra rá, vagy másfélre, már megint egy felfordulás. Na minden. Ez van, ha vannak ugye gyerekeid, főleg, hogyha pici gyerekeid. Kis gyerek, kis probléma, nagy gyerek, nagy probléma. Ezt szokták mondani a szüleim. Na minden. Ugye most elmegyek, aztán gyorsan lezuhanyozok. Azt hiszem, hogy a feleségem is bent van zuhanyzóval. Nem tudom, mindjárt megnézem, de csak én. Aztán lezuhanyozok és megborotválkozok. Megyek zuhanyozni, de nem egyedül, hanem a Davis-szel. Ugyanis a Davis rettentően szeret zuhanyozni, meg ugye fürdeni is. De akármiskor belemegyek én a zuhanyba, apá, de hogy kitörd az ablakot, egyből jön, belugrik a nyakam, hogy ő is jön. Úgyhogy mondtam, hogy akkor ma nem fürdés lesz neki, hanem zuhanyzás velem. Ja, oda belelegyünk. Na gyere, leletkőzünk, és gyorsan oda. Vigyázz, hogy a vizes, ugyanis feleségem most jött ki a zuhanyból. Gyere, 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 gyere. Levesz ki először a pelenkádat, te. Hallod? Gyere ki addig, jó? Megzuhanyoztam magam, felkapcsoljuk a villanyt, és kezd sötétedni. Megint egy kicsit elvágtam magam szokás szerint. Amúgy most nem más fogunk csinálni, hogy valószínűleg fogunk vacsorázni. A feleségem berakott egy ilyen spenótos pizzát, amit én rettentően nem szeretek, úgyhogy én nem is fogok bele lenni. De a Davis szereti, meg a feleségem is, a Lukasz se szereti. Ugye azt fogják megenni. Amúgy az idő, mutattam, látod? Már mutattam az időt, de megy le a nap, ugyanis múltkor valaki azt kérte tőlem, hogy mikor megyek el és lefilmezzem a gólkosztot ugye éjszak, amikor régnek világítanak, nem égnek, világítanak a házak, ugye messziről, hogyha egyszer arra járok sötétben, le fogom filmezni, mikor azt nem tudom, ugyanis sötétben, arra felé, ugye szörfözre szoktunk menni péntegen, az öcsémmel, de bent vagyunk, tehát szörfözt nem lehet látni, csak messziről, hogy ki van világítva. Na mindegy, ha egyszer arra járok, akkor le fogom filmezni. Davis, mit csinálsz? Hát azt honnét szerted te? A fürdőből, mi? Ja, oda, az nem sap. Úgy, na. Te, na mindegy, ugye azt mondom, ezt a mai videót itt befejezem, most már tényleg semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Ahogy mondta, ez az egész nap ilyen semmitevős nap volt végül is, úgyhogy... Na mindegy, legalább a teát megszóltam. Ja, mi van? Ja, a tévében most kezdődik ez a kedvenc meséje, rajzfilmje. Ja, úgyhogy mára ennyit mindenkinek további szép nap, hogyha nap, hogyha reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, hogy én ráléptem valamire. Sziasztok! Attól függ, hogy mikor nézitek, azt elfelejtettem mondani. Sziasztok!